Sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, Nadine vagyok, nemzetközi jósnő és médium. Önök kérésére én ismételtem hoztam egy témát. Egy úriember írt nekem, illetve hát nem csak egy úriember, ugye többen kérték, csak ez visszamenőleg volt, de most már behoztam tévéműsorba. A veszteségeket hogy dolgozzuk föl, hogy lehet elengedni, mi az a úgymondván trükk, vagy taktika, vagy technika, amivel az ember egy kicsit tud könnyíteni a lelkén. Hát megmondom őszintén, hogy egy nagyon nehéz téma ez, hogy engedjük el, hogy dolgozzuk föl a veszteségeinket. Ugye mindegyik ember más és más. Mindenki másképp él meg egy veszteséget. Másik, milyen veszteségről beszélünk? Most elhagytam tegyük föl a karkötőmet, vagy elhagytam 500 forintot, vagy meghalt egy hozzám tartozóm, illetve ellopták a kocsimat. Nem mindegy. Tehát nem mindegy, hogy mekkora a veszteség, mekkora a lélek szintje az embernek, nem mindegy, hogy mi a karmikus feladata egy embernek. Nézzük végig. Én azt gondolom, és akkor megpróbálunk összeállítani egy olyan úgymondván segítségnyújtást önöknek, amivel ha beépítik az életükbe, talán könnyebben fog menni, hogy tudják elengedni a múltnak az árnyékát, illetve ezeket a negatív élethelyzeteket, negatív dolgokat. Első és legfontosabb dolog, hogy térjünk vissza ugye a legelejére. Az ember, mikor megszületik, egy életfeladattal jön le. Egy életfeladattal, ami ugye magába foglalja azt, hogy amikor megszületünk, mivel jövünk, milyen családba, milyen utat fogunk bejárni, mit fogunk csinálni egész életünkbe, és akkor majd távozunk. Tehát ugye az embernek van úgymond már egy karmikus feladata, egy életútja, amit be kell neki járni, ami feladat, hogy elfogadjuk, feldolgozunk dolgokat, illetve tegyünk a dolgainkért. Na most kivesszük ebből a feladatkörből ugye a veszteségeket, a feldolgozásokat. Amikor leszületik az ember, bele van írva a kis életébe, hogy mikor, hol fog akár pénzt elbukni, akár házat elveszíteni, akár autót elveszíteni, sajnos családtagokat is elveszíteni. Nagyon nehéz. Ugye ilyenkor szokták azt mondani, hogy Nadine, hát azért te látsz egy-két dolgot. Hát persze, hogy látok egy-két dolgot, még rosszabb, ezt higgyék el. Mert jobb nem tudni a dolgokról, mint jobb tudni a dolgokról. Sajnos ez így néz ki. Viszont én azt gondolom, hogy ha az embernek van egy nagyon erős gondolatmenete, egy nagyon erős gondolatrendszere, hogy hisz abban, hogy minden okkal történik. Csak mondok egy példát. Nagyon sok ember, amikor megveszi a házát, akkor azt mondja, hogy tegyük föl, behitelezi. Ja, sajnos az embereknek a 80-90% Magyarországon hitelhez nyúl hozzá. Azonnal hoz egy döntést. Az a döntés abban a helyzetben karmikus útnak számít. Mit ér az ember? Igen, nekem ez a ház, ez a kocsi, ez az ingatlan, ez akármicsoda kell nekem, fölveszem rá a hitelt. Akkor hirtelen az ember nem gondolkodik, hogy vajon mi történik akkor, hogyha nem tudom fizetni a hitelt, mik a biztosítékok. Azt fogja, hogy általában a magyar jó ember azt mondja, a jó magyar ember, majd a jó Isten megsegít. Hát ez valóban ez így van. Viszont, hogyha elérünk egy kritikus ponthoz, hogyha a hitelek bedőlnek, nem tudjuk fizetni a kocsit, a házat, a stb., akkor ugye ott a veszteség fog keletkezni. Akkor tegyük azt föl, ugye amíg mi hitelt fizetünk, az nem a mi nevünkön van a ház, nem a mi nevünkön van az autó, az mind a banké. Tehát át kéne azt forgatni, hogy volt egy lehetőségem az élettől, hogy az a ház az enyém legyen 15-20-25 év múlva. Addig csak leasingelem, addig csak kölcsönveszem, addig csak én használom, én birtoklom, de nem az enyém, mert az ingatlan is, a kocsi is, illetve az egyéb tárgyak a banknak a nevén van. Ugye akár a törzskönyvről beszélünk, akár ugye a tulajdoni lapról beszélünk. Jó, tehát ezeket azért ezt ne felejtsük el. Elbuktuk? Hát igen, eddig úgymondván béreltük a banktól. Most már nem tudjuk bérelni, most már visszaadjuk. Ez a baj a magyar embernél, hogy az van neki benne a fejébe, hogyha ő fölvesz hitelt, akkor azonnal az ő tulajdona lesz. Nem lesz az ő tulajdona.
Másik karmikus oldal, hogyha nézzük, akkor sajnos valószínűleg bele volt írva, hogy neki egy figyelmeztető zónába tették, hogy ott figyelnie kellett volna, amikor fölveszi a hitelt, illetve mérlegelnie kellett volna. Nem tudott mérlegelni, semmi baj, most ugye elbukta, annyi, hogy legközelebb ilyen lépéseket ne tegyen meg. Nagyon sok ember azt mondja, hogy érzelmileg nem tudja ezeket feldolgozni. Így tudjuk ezeket feldolgozni, és higgyék el, hogy ez tényleg tudatába kell lenni az embernek, csak nincsenek tájékoztatva erről, hogy addig ez nem a mi tulajdonunk. De beszéljünk itt akár most a szerelemről, tehát ne csak az anyagi helyzetről, beszéljünk egy szerelemről. Sok ember szerelmes lesz, fiatalok, középkorosztály, idősebbek is. A szerelem azt szokták mondani, hogy az nem válogat. Egyszer csak jön, rózsaszín felhőbe beteszi az embert, nem lát, nem hall, mindenhol pillangók vannak, mindenhol rózsaszín felhők vannak, és csak az ember megy előre, megy az érzései után, és semmivel nem foglalkozik. Nincs agy, nincs szem, nem lát, nem hall. Utána, mikor jön a felismerés, hogy valamelyik szakít a másikkal, akkor aztán jön a mélyzuhanás. Hirtelen a mennyországból leesünk a pokolba. Hú, akkor nagyon nehéz az embereknek. Akkor ugye jön, a megőrülés szélén vannak, az őrület határán. Egyszerűen nem tud, mit csinál a lélek, annyira meg van vadulva az a tétlenségébe, hogy szinte mondhatom azt, hogy ölni tudna, mert nem, valahol le kell, hogy vezesse a feszültséget. Nagyon nehéz lélek helyzetben van ilyenkor a vesztes fél. De miért? Megélte a szerelmet, megélte a pillangókat, megélte a rózsaszín felhőt, a rózsaszín ködöt, megélte azt, hogy végre tartozhatott valakihez, akivel nagyon egybe tudott olvadni. Ezt lehet, hogy ő gondolta, illetve a másik valószínűleg nem úgy gondolta, és ugye ezért volt a szakítás, illetve bármilyen más probléma jöhetett az ember életébe. Hogy dolgozzuk föl az elvesztett szereteinket, tehát akik beszerelmesek voltunk, és hogy tudjuk ezeket a dolgokat elengedni? Ennek van egy nagyon jó oldala. Az egyik oldala az, hogy az első idő brutál. Az olyan rossz, hogy ott az ember az tényleg az legszívesebben felkötné magát, és elásná magát, és minden, csak ne legyen ebbe a világba, mert szó szerint fizikai fájdalma keretkezik a szenvedő alanynak. Viszont egyetlen egy jó van. Önök ezt meg tudták élni. Ez ember meg tudta élni a szerelmet. Megkapta azt, hogy valaki őt megölelte, magához húzta, megcsókolta. Tudtak egy igazán jót szeretkezni, tudtak együtt töltött időt minőségileg eltölteni. Boldogak voltak, vidámak voltak. Ez hány embernek adatik meg mai világban, a földi viszonylatban? Azt gondoljuk, hogy ugyan, Nadine, hát mindenkinek. Sajnos nem. Mondhatom azt, hogy 50-50%-ban működik ez a történet. És nagyon sok embert, hogyha megkérdezek, hogy voltál-e igazán szerelmes, tudod-e, hogy mi az, hogy igazán szerelmesnek lenni, vagy igazán tartozni valakihez, azt mondják, hogy Nadine, én nem tudom. Nem volt, nem jött el még az a férfi, nem jött el az a nő az életembe. Én azt sem tudom, hogy mi az, hogy igazán szívből magához ölel valaki, megcsókol, illetve egybeforrunk. És nem tudják az emberek. Mi a szerencséje annak a típusú embernek, aki ugye szerelmes lesz, sajnos utána jön egy mélyzuhanás neki. Örüljön annak, hogy meg tudta élni ezt a pozitív élethelyzetet. Örüljön annak, hogy megkaphatta ezt. De mi van annak az embernek a lelkébe, aki ugye mélyzuhanásban ott ül lent a pokolba, és sír, és meg akar halni, vissza akarja kapni a szerelmét. Beindul nála a birtoklási vágy. Birtoklás a másik ember oldalára. Nem csak magamnak akarom birtokolni ezt az érzést, nem csak magamnak akarom oda szögezni, hogy én ebbe az élethelyzetbe, az életem végig benne akarok maradni, mert ez a legjobb, ez a legszebb időszak, hanem jön az, hogy ezt az embert akarom magam mellé kötni, mert én vele akarok boldog lenni. De ez rólunk szól. Rólam, rólad. De hol van a másik fél?
ő hozott egy döntést, ő azt mondta, hogy köszönöm szépen, nekem ez a párkapcsolat nem kell, ne haragudjál, nem élünk össze, nem tetszik, ez nem tetszik, az nem tetszik, mégsem jó, vagy nem tudok elválni a családomtól, vagy nem tudok elválni a feleségemtől, a férjemtől, nem tudok magam mögött hagyni a múltat. Ő hozott egy döntést. Akkor tudunk igazán szeretni, hogyha a másikat szabadon tudjuk engedni. És miért? Hagyjuk meg neki az, ami neki jó. Még hogyha nem is jó, mert benne van egy rossz házasságban, egy rossz párkapcsolatban, akkor is az ő döntése. Próbáljuk meg elfogadni. Tudom, hogy ilyenkor az érzelmek nagyon dúlnak az emberbe, és szokták mondani, hogy racionális ésszel nem lehet gondolkozni. Ahogy próbáljuk meg ezeket rakosgatni. Mert hogyha rakunk az ész oldalára egy-két puzzle darabot, meg a szív oldalára egy-két puzzle darabot, akkor előbb-utóbb összeáll a kép. Jön egy tisztánlátásunk. Ehhez mind idő kell. Másik, fogadjuk el azt, hogy abban az időszakban, a karmikus oldalunkon bele volt írva, hogy nekünk ezt az illetőt meg kellett kapni, és meg kellett, hogy éljük a szerelmet. De rá x időre el kellett, hogy veszíteni ezt a szerelmet. Próbáljuk meg úgy felfogni, hogy ezt az érzést, ezt magamba teszem, magamba elraktározom a szívembe, a lelkembe, életem végig hurcolni fogom, mert ugye általában az emberek a nagy szerelmeket azért ott elteszik a szívükbe egy bizonyos kis polcra, és akár jó emlékkel, akár rossz emlékkel emlékeznek rá, de mindig ott lesz az ember körül, de örüljünk annak, ha meg tudtuk élni. Ne a negatív oldalt lássuk, hogy az asszony elvitte, hogy a férje visszacsalta magához, hogy nem tudott elszakadni az anyjától, az apjától, vagy a pénzétől, vagy a kocsijától, vagy bármi. Ne ezt lássuk. Higgyük el, hogy sokkal jobbat teszünk magunknak, hogyha beismerjük azt, hogy vannak dolgok, amiket felesleges erőltetni. Tudják, hogyha a hajó elment a vízen, kihajózott, akkor én hiába állakodok a kikötőbe, az a hajó már nem fog visszafordulni 2000 kilométerről, az óceán közepéről. Próbáljuk meg úgy elengedni ezeket a dolgokat, hogy egy szép emlék volt. Egy szép élmény volt, és örüljünk annak, hogy megélhettük. Visszaadtuk az univerzumnak. Visszaadtuk az érzéseinket az univerzumnak, visszaadtuk az embert az univerzumnak. Menjünk egy következő témára, ugye, hogy visszaadjuk az univerzumnak, a Jóistennek. Az elhunyt szeretteinket hogy tudjuk elengedni? Hát én azt gondolom, mint halott látó, hogy feldolgozni, illetve elengedni talán soha az életben nem lehet. Viszont enyhíteni a fájdalmunkon, és enyhíteni azon, hogy ők az életünk részei voltak, és hozzánk tartoztak, csak úgy tudjuk ezt megtenni, hogy ez is karmikus időszakunkban van benne. Szokták mondani, hogy az asztrológus, hogy asztrológiai képletben van benne egy családi veszteség, akár gyermekveszteség, akár szülőveszteség, akár nagypapa, teljesen mindegy, milyen családtagunk megy el. Próbáljuk meg úgy felfogni, hogy ő leszületett a földre, és Jóisten visszarendelte magához. Tehát visszaadtuk a Jóistennek a kezébe, vissza kellett neki menni az ottani hazájába. Ugye, melyik az igazi hazánk? Ez itt lent a földön, vagy az ott fönt az univerzumban? Hát egyértelmű, az univerzumban vagyunk fönt, a Jóisten mellett. És miért? Mert az összes életünk, mert ugye itt az embernek ugye több reinkarnációs élete van, és mindig mi jövünk le a földre, mindig mi vagyunk itt a látogatók. Nagyon sokan azt mondják, hogy, és sokan azt mondják, hogy Nadin, te nagyon buta vagy, te nagyon hülye vagy, hogy éneket gondolsz. Egyszer születtünk, egyszer meghalunk, aztán vége a történetnek. Én meg azt mondom, hogy ez nem így van, nem. Mert azért nagyon sokszor az ember, amikor leszületik, azért nagyon sokszor jönnek ilyen déjà vu érzések, meg múltbéli emlékek, miért kötődik korokhoz. Tehát próbáljuk meg a szeretteinket úgy elengedni, hogy neki ez egy átutazás volt a földön. Itt vagyunk. Ők előre mennek. Őnekik letelt az idejük. Őnekik most telt le az ideje, egy éve, két éve, fél éve vagy tegnap. És őneki vissza kellett menni, úgymond az otthonába. Nincs egyedül, mert az eltávolodott szeretteink egytől egyig ott vannak fönt. Próbáljuk meg úgy felfogni, ami természetesen nagyon nehéz folyamat, mert tudom, hogy az első egy év,
az embereknek iszonyatosan kritikus. Valakinek nem is egy év, valakinek 2-3 évig is annyira tud szenvedni, annyira fájnak az elveszés, hogy borzasztó, tehát szó szerint itt is fizikai fájdalom keletkezik. De örüljünk annak, hogy ő az életünk része lehetett. Örüljünk annak, hogy egy csapatot alkothattunk, egy családi karmába voltunk benne, városkarmába voltunk benne, országkarmába voltunk benne, hogy egy helyen élhettünk, egy helyen lehettünk. Ők most előre mentek, nekik most ott a helyük, és várni fognak ránk. Tehát nagyon fontos az, hogy dolgozzuk föl ezeket a történéseket. Nincsenek rossz helyen. Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy jaj Nadin, de mi van akkor, hogyha rossz helyre került? Megmondom, én amit tapasztalok, 98%-uk teljesen pozitív helyre kerül. Nyugalmi zóna, harmónia, kiegyensúlyozottság. Örülnek abba, hogy letehették ezt a fizikai síkot, az idő fogságába kijöhettek, és szabadon szárnyalhatnak, és föntről segíthetik az itt maradott embereket. Tehát, hogyha nagyon nehezen megy, gyújtsunk egy gyertyát, akár járjunk el társaságba, beszélgessünk ezekről a dolgokról, olyan emberekkel, akik értenek hozzá. Negatív embereket ne engedjük magunk köré, és lehetőség szerint, aki friss gyászban van benne, tehát akinek nemrég ment el a szerettei, akkor olyanokat nem mondjunk ezeknek az embereknek tanácsként, hogy jaj, majd az idő meggyógyít. De hogy gyógyít? Az idő az szépen annyi, hogy megtanít, hogy az emberek nélkül éljünk, akik elmentek. Ez is egy veszteség. Csak így tudjuk feldolgozni, hogy visszatuk az univerzumnak, ő hazatért és vár ránk. Következő feldolgozás. A barátok elvesztése, a ismerősöknek az elvesztése, munkatársaknak az elvesztése, de ez csak úgy, hogy csak kimegy az életünkből, tehát ez nem halállal kapcsolatos. Nagyon sokan azt mondják, hogy hú, Nadin, olyan baráti köröm van, hogy figyelj, életünk végéig együtt leszünk. Együtt fogunk bográcsozni, együtt fogunk sütögetni, együtt fogunk kirándulni, utazgatni, nyaralgatni, éjjel-nappal, hétvégenként együtt leszünk, mert minden, mert ez egy ilyen baráti kör. Csak egyet ne felejtsünk el, az energiák változnak. Évről évre változnak az emberek is, az energiák is, az élethelyzetek, az életkörülmények. Nagyon sok embert látok, hogyha válásra kerül a sor egy családba, akkor hirtelen a barátok eltűnnek, és egy-két barát marad az ember mellett. Hirtelen, hogyha kilép egy munkahelyi körből, akkor egy ideig, óráig még hívogatják egymást, de utána azok is eltűnnek. És nagyon sok embernek olyan nehezére esik, hogy miért történt ez? Azért, mert kirúgtak az állásomból? Azért, mert váltottam a munkahelyet? Hát miért feledkeznek meg az emberek rólam? Ez is egy tanulási folyamat volt. Mi történik? Örüljünk annak, hogy abban az 1, 2, 3, 4, 10 évben megélhettük azt, hogy egy olyan csapatban voltunk benne, amiben mások nem. Hány ember van az, hogy csak azért megy ki a városba, hogy ha emberi hangokat halljon, hogy ha csak leül egy padra, hogy valakivel tudjon beszélni, mert nincs igaz barátja, nincs igazi munkatársa, nincs olyan ember az életébe, aki fontos lenne neki. És ez valószínűleg az ő hibája is, de egyszerűen nem úgy hozta neki az élet. Tehát magányosságra ma ítélve. Próbáljuk meg azt mondani, hogy olyan jó, hogy ezeket az emberek itt voltak körülöttem, semmi baj, lezárult ez az időszak, most nehéz, 1-2-3 hónapig, fél évig nehéz lesz, mert nagyon jó barátaim voltak, nagyon jó kollégáim voltak, nagyon jó ismerőseim voltak, de az élet egyszer, amit elvesz, utána betesz helyette egy újat. A karmikus egyensúly az megpróbál megmaradni. Tehát ilyenkor mit csinál? Tehát muszáj megmaradjon, mert hogyha eddig volt 5 barátod az életedbe, és ez az 5 barát kiment, valószínűleg az élet minőségi cserét csinál. Ad helyette 5 olyan újat, aki minőségileg ott lesz az ember mellett, akire igazán lehet számítani, akik bármikor, hogyha felhívod, vagy felhívjuk, ott lesz mellettünk. És nem az lesz, hogy keresi a kiutat, hogy jaj, most akkor, ez nem jó, az nem jó. Nagyon nehéz a veszteségeket elengedni. És itt főleg ugye Magyarországon azt mondja az ember, hogy ugye a barátokat, a szeretteinket, akik elmentek, az ember nagyon sokat forgolódik ebbe,
főleg ezzel a házzal, vagyonokkal kapcsolatos dolgokat. Örüljünk annak, hogy megélhettük. Örüljünk annak, hogy akkor volt arra lehetőség, hogy azt a dolgot, akár egy utazást, házvételt vagy autóvételt megtehetted, hogy akkor eljuthattál arra a szintre, hogy igen, te is élvezhetsz egy lehetőséget arra, hogy kaptál egy lehetőséget arra, hogy megpróbált magadból kihozni a legtöbbet. Semmi baj, hogy az ember elbukott. Hát itt az ember, hát nem úgy, a pillangó sem úgy jön létre, hogy jön, aztán kinyílik a báb, és akkor kirepül. Ez egy folyamat. A pillangó is be van bábosodva. Ezt hiába feszegetjük ki a bábot, ugye? Mert kifeszegettem, majd kihúzom belőle a pillangót, kinyitom a szárnyait. Hát várjál, hát ez nem ugyanaz, mint az, hogy kifejlődjön. Az a bába szépen az elkezdett érni, és utána, amikor megért, akkor ugye a pillangó kiszáll belőle. Ugye? Vagy akár beszélhetünk az ebihalról is. Hiába húzogatom ki az ebihalnak, ugye a bármelyik részéből húznak ki neki lábat, hát az ebihal, olyan kis idő kell, míg békává változik. Tehát ez folyamat. Ugyanez van az emberi lélekrendszer. Nem baj, hogy hibáztál. Legközelebb vagy megpróbálod, és azt mondod, hogy igen, megpróbálom még egyszer, és tudom, hogy hol vannak a hátráltató tényezők, mire kell figyelnem, akár egy házvásárlásnál, kocsi vásárlásnál, minél, hogy ne bukjam el. Akkor az ember, mikor elbukja ezeket a dolgokat, azt mondja, soha az életben többet nem veszek föl hitelt, soha az életben nem veszek új kocsit, soha az életben nem fogom ezt és azt csinálni. Én erre azt gondolom, hogy van az embereknek kb. 10%-a, aki így gondolkodik, a 90%-a újra meg fogja próbálni, újra bele fog menni, csak annyi, hogy akkor okosabban fogja ezeket a dolgokat mérlegelni. Ehhez csak nagyon jó hasonlat, és ezt a régi öregek mondták nekem annó, hogy tudod, kislányom, ha a nő tudja, hogy a szülés milyen fájdalmakkal jár, akkor nem szülne második, meg harmadik gyereket. És milyen igazuk van, nem? Mert amikor megszöked egy gyermek, azért az ott a nő az igazság, hogy nem a mennyországban van alkalmanként, mert azért ott a pokol mélyét megjárja a fájdalom küszöbén, de mégsem azt hiszi magával, hanem a végeredményt, hogy ott van a bébi a kezében, nagy boldogság, és hirtelen utána el is felejti, nem akkor abban az egy órába, hanem akkor elkövetkező egy évbe, két évbe. Mi következik? Jön a következő. Ugye? Mert hirtelenjében elengedjük azt a fájdalmat, és újra akarjuk élni a boldogságot. Én azt gondolom, hogy ezt próbáljuk meg úgy beépíteni az életünkbe. Elbuktuk ezt, elbuktuk a kocsit, elbuktuk a házat, elbuktuk a szerelmünket, elvesztettünk nagyon sok mindent az életünkbe. De egy a lényeg, a Jóisten ad egy új lehetőséget nekünk. Mindenkinek ad egyet, kettőt, hármat, ötöt, tizet, de ad egy új lehetőséget. Hogy újra boldog lehessél egy férfi oldalán, egy nő oldalán, újra tudja élni a szerelmet, újra tudja házat, kocsit venni, mindig ad egy lehetőséget, csak a lehetőségeket te aknázad ki, te menjél rá erre a dolgokra. És próbáljuk meg ezt úgy meg feldolgozni, hogy a veszteség visszatuk az univerzumnak. Benne volt karmikus utamba, de semmi baj nincsen, jön újra egy új élet. Én remélem, hogy tudtam önöknek segíteni ezzel. Remélem, hogy át tudják értékelni az életüket, és ezt csak gyakorlásra tudják behelyezni a mindennapjaikba, hogy tudjuk ezeket feldolgozni. Köszönöm, hogy ma este is velem tartottak, én mindenkinek minden jót kívánok. Nadine voltam, nemzetközi jósnő és médium, viszontlátásra.